Veszélyes hulladéknak számít minden, ami a jogszabályokban megadott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz bizonyos veszélyes anyagokat. Ilyen például a higany, ólom vagy az arzén vegyület. Ezek különleges kezelést igényelnek. Bár az iparban és a különböző gyártási folyamatok során keletkezik a legtöbb veszélyes hulladék, a magyar háztartások is szép számmal termelnek ilyet. Mindenki tudja a saját háztartásában, hogy mi lehet ilyen veszélyes hulladék. Egyik például a elemek, mindenféle régebbi ólom, vagy éppen modern lítium elemek, stb. Erre a legegyszerűbb megoldás nem egy elektronikai boltba, ingyen és bérmentve leadhatók ezek a hulladékok, elemek. Manapság az országban keletkező körülbelül 2000 tonna száraz elemnek csupán néhány százaléka kerül a szelektív gyűjtőkbe, pedig már a legtöbb munkahelyen és iskolában is van erre külön gyűjtőedény. A gyógyszerek tekintetében pedig még hiányosabb a magyar lakosság tudatossága. 2005 óta minden Magyarországon működő patikának biztosítania kell a lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek begyűjtését. Erre különböző dobozok és ládák állnak rendelkezésre, amelyet aztán a gyógyszertárakat ellátó nagy kereskedők szállítanak el. Nálunk a ládák elég gyorsan meg szoktak telni, tehát azt tapasztaljuk, hogy az emberek egyre inkább tudják, hogy ez egy veszélyes hulladék, és tudatosan is cselekszenek, tehát elhozzák és ledobják ezeket a gyógyszereket. Ami fontos, és sokszor ezzel kapcsolatban felmerül kérdés, hogy használt és használt fecskendő hova tehetők, fontos megjegyezni, hogy ezekbe a veszélyes gyógyszer hulladékgyűjtő ládákban nem lehet ezeket bedobni. Ezekre külön gyűjtőedények vannak. Nyíregyházán a kórház főépületében található egy ilyen gyűjtőpont, de ezeknek a fellehetősége online elérhető, van egy önkéntes csapat, akik ezeket feltérképezik, tehát ezekre a külön pontokra dobhatók le. Országos szinten több száz tonna gyógyszer keletkezik évente, amelyek speciális kezelést igényelnek, akár csak a használt sütőolaj. Nagy mennyiségben keletkezhet még háztartásokban sütőolaj, ami valójában nem veszélyes hulladék, de mivel elég sok gondot okozhat, ha a természetbe kerül, ezért célszerű azt szelektíven gyűjteni és a megfelelő gyűjtési pontokra leadni. Ilyen gyűjtési pontokból található több Nyíregyháza város területén, ezek a sütő étolaj, használt étolaj leadó pontok, illetve ha jól tudom, több benzinkúton is leadható ezek, illetve mindenképpen leadhatunk a mi általunk üzemeltetett két hulladékudvarban, illetve még van egy Mátészalkán is egy hulladékudvarunk, teljesen ugyanazokkal a funkciókkal és szolgáltatásokkal, mint a két nyíregyházi. Egy liternyi fáradt olaj, 1 millió liter édesvizet, azaz körülbelül 50 ember évi ivóvíz készletét változtathatja szennyvízzé.